A fiataloknak fontosabb a vér, mint az olaj, Márkizai Péter szerint. A baloldal miniszterelnök jelöltje Pécsi kampányzáróján mondta ezt, ahol folytatta háborús szónoklatát. Úgy fogalmazott, Ukrajna a mi háborunkat vívja. Márkizai Péter Magyarországot Ukrajnához hasonlította, és sokat gyára fogalmazta meg, hogy szerinte a hazánknak egyértelműen állást kell foglalnia. A baloldali miniszterelnök jelölt korábban egyértelművé tette, hogy fegyvereket küldene Ukrajnába. Ukrajna most a mi háborunkat vívja. Magyarország és Ukrajna között vont párhuzamot Pécsi kampány záróján Márkizai Péter. A baloldal miniszterelnök jelöltje az összegyűlt embereknek hosszan beszélt az orosz-ukrán harcokról, amit először az 1848-49-es szabadságharchoz, majd az 56-os forradalomhoz hasonlított. Most nem csak Ukrajnáról beszélünk, hanem Magyarországról is. Márkizai Péter azt fejtegette, hogy Magyarországnak állást kell foglalnia Ukrajna mellett, ezután a fiatalokra hivatkozott, mondván, hogy nekik, ahogy fogalmazott, fontosabb a vér, mint az olaj. Én azt látom, hogy mi, ma is tudjuk, a fiatalok ezt ma is tudják, és ma is érzik. Igen, a fiataloknak a vér fontosabb, mint az olaj. A részletet a Mandi vette észre. A portál a cikkhez a Márkizai Péter újabb háborúval kapcsolatos mondatait tartalmazó videót is mellékelte. Ebben megjegyzésként az szerepel, Márkizai Péter tényleg belevisz a háborúba. Igen, a fiataloknak a vér fontosabb, mint az olaj. Akár katonai is. De... Márkizai Péter már február közepén azt válaszolta egy kérdésre a Partizán műsorában, hogy ha kirobbannak a harcok, és a katonai szövetség megkívánná, küldene fegyvereket Ukrajnának. Akár katonait is. Hát, hogyha a NATO úgy dönt, akkor akár katonait is. Ugyanezt később az ATV műsorában is megismételte. Tehát, hogyha a NATO úgy dönt, hogy akár fegyverekkel is támogatja a Ukrajnát, akkor természetesen ezt mi is támogatni fogjuk. Kifizesse meg, ha nem az emberek. Nád udvari fórumán néhány napja arról győzködte a hallgatóságot, hogy a háború árát így is úgy is az emberek fizetik meg. Emberek? Hát kik az állatok, a gombák, a növények? Kifizesse meg, ha nem az emberek. Legutóbb pedig Twitteren tette egyértelművé álláspontját. Várom a napot, amikor személyesen találkozhatok önnel itt a Duna partján. Üzente meg Márkizai Péter az ukrán elnöknek. A bejegyzéssel Márkizai Péter arra a videó üzenetre Reagált, amelyben Volodymyr Zelenszky azt követelte a magyar kormányfőtől, hogy engedjen át fegyverszállítmányokat. Hezitálsz, hogy, hogy átengedde a fegyvereket, vagy ne? Fogalmazott az ukrán elnök. Mi most meggondoljuk azt, hogy hogyan lehet egyenlő távolságot tartani. Ezt a retorikát követte Pécsi fórumán Márkizai Péter is. A baloldal jelöltje végül azt a kérdést tette fel, hogyan lehet becsületes ember, akiben felmerül, hogy Magyarország ne foglaljon állást a háborúban. Pocsékember leszel, vagy meghalsz, melyiket választanátok? Ugyanezt a választást Zelenszki videóüzenete kapcsán Gyurcsány Ferenc is felkínálta. Az Origó apostról beszámoló cikkben úgy fogalmaz, a baloldal szerint gyáva, erkölcstelen és pocsékember az, aki nem szeretne más háborújában meghalni.